Ebben a részben Szabó Istvánnal beszélgetek, aki a Magyar Kuvaszfajta fajta gondozó egyesület újonnan megválasztott elnöke, amihez egyébként ezúton is gratulálok a Köszönöm. nézőink és a magam nevében is. István, első kérdésként enged meg nekem, hiszen annyi vélemény terjed az interneten, írott formában minden egyéb, hogy te hogy látod a Kuvasz mint fajta és a Kuvasz mint kutya? szerepét, jelenét, jövőjét Magyarországon a mai napon, vagy akár nemzetközi szinten? Hát a rövid összefoglalást, hogyha kellene tennünk a fajtáról, a fajtával kapcsolatosan, a tényekkel szeretnék kezdeni. 200 és 300 közötti egyet számban születnek kölykök, gyakorlatilag az elmúlt 10 évre visszamenően Magyarországon kuvasz fajtában származási lappal ennyi kölyköt regisztrálunk az Egyesületnél. Ugye most már több fajta gondozó Egyesület van, de nagyjából a populációra ez jellemző. Hogyha az egyet számot szeretnénk megbecsélni ezzel a kölyök születési számból az átlag életkor tekintve egy gyors számolással 1600-1800 egyet közé tenném én a, 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 magyarországi kuvasz populációnak a számát. A világszinten jelentős populációt e, tudunk a, az amerikai kontinensen, Kanada, Egyesült Államok és dél-amerikai országokban is. E, ez, ez, azért lényeges e, megemlíteni, ezek azért sokkal kisebb populációk, mint a magyarországi, és európai szinten mondjuk a szomszédos, tehát kárpát területen, e, Szerbia, Románia, e, főként Erdélyi területen vannak még kuvaszok, és, és Nyugat-Európában, Németország, Hollandia és a Skandináv területeken is van egy kisebb populáció. Nem a legfényesebb a helyzete a, 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 a kuvasz állománynak Európában, az egy-egy számot tekintve sem, illetve a népszerűségét tekintve sem, de nyilván azon dolgozunk nem csak mi, hanem a a, a minden országban kubasztenyésztő kollégák is, hogy ez változzon, és e, népszerűbb legyen ez a fajta. Azt is meg kell említeni, hogy a 80-as években e, volt a, a fény, e, tehát az aranykorszaka a, a, a kuvasznak, akkor, akkor több ezres e, kölyök születést tudtak regisztrálni. E, ez folyamatosan csökkent, ez a szám, e, és a legnagyobb problémát nyilván a a nevező konkurens fajtáknak a Magyarországra történő behozatala indította el. Hogyha nev, tehát nevesíteni is lehet ezt a közép juhász, a kaukázusi juhászkutya csávította el a kuvasztartók tartók tenyésztők egy részét. A populáció abban az időben kezdett el csökkenni, amikor ezek a, népszerű, ezek a fajták a, a népszerűségi indexen nőtt. Igazándiból stabilan azt gondolom, hogy ez a 200-251-ed, ami, ami, szaporodik, ez, ez, elegendő az, hogy a fajtát fent tudjuk tartani. Természetesen a szakmai munkát kell mögé tenni, hogy a, a beltenyésztettség, illetve a, a, a rokonsági fok az megfelelő szinten legyen tartva és kezelve, de ehhez együttműködése van szükség a kuvasz tenyésztők között. Többek között ennek az Egyesületnek ez az egyik feladata, hogy a tenyésztőket tömörítse és az érdekeiket képviselje a fajta érdekében. Azt említetted, hogy a kuvasz szám csökkenésének az egyik oka ezen keleti pásztorkutyatípusoknak és fajtáknak a megjelenése volt Magyarországon. Mi azok annak, hogy ezok a kutyafajták népszerűek lettek, és mi azok annak, hogy a kuvasz pedig népszerűtlen a megjelenésük következtében? Ez csak a divatnak tudható be, vagy ennek valami másfajta oka is van? Hát nyilván a 90-es években a a, 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 körülmények megváltozása miatt, a szabadságnak a megváltozása miatt lehetőségek tárultak egyrészt a, a tartókat, tegyésztők felé. Nyilván divat fajták voltak ezek, ez vitathatatlan. Természetesen nagyon jó egyedekek érkeztek akkor abban az időben az országban. Az országban jó kutyák voltak. A kuvaszról volt egy nagyon negatív sztereotípia már abban az időben is, hogy megöli a gazdáját, megharapja a családot, megbolondul csontja a fejébe, és egyéb ilyen urbánus legendákkal volt a fajta körbevéve és nyilván a népszerűsége, az újdonság ereje, a divat uh, irányzat, ezeket, a, ezeket a, az akkor újonnanak számító, Magyarországon újonnanak számító fajtákat előtérbe helyezte a kuvasszal szemben. Biztos meg fogják kérdezni a nézők, és egy teljesen jogos kérdés, hogy minek kell tekinteni a kuvaszt? Tehát te, mint a kuvaszt fajta gondozó egyesületnek az elnöke, milyen irányba szeretnéd vinni a kuvasz És ugye sokféle elképzelés volt, volt egy olyan irányzat, amik azt mondta, hogy a kuvasz már nem egy pásztorkutya, az már a, abból már egy, egy jól beilleszkedő munkakutyát kell nevelni. Van egy másik irányzat, amelyik azt mondja, hogy igenis pásztorkutya is úgy kell kezelni, és olyan körülmények közé kell helyezni. Te hogy látod a dolgot, és neked mi a véleményed mindenről? Olyan irányba kell e elvinnünk ezt a témát, hogy én elsősorban oda akarom definiálni a kovaszt, hogy a jövőben is megmaradjon számunkra, mint fajta. És ez, ez egy nagyon komoly kihívást fog jelenteni a számunkra is, és illetve az utókor számára is, hogy meg tudjuk tartani egyáltalán a kovaszt, mint fajtát. Az egyet számot az előbb elmondtam, hogy elég kritikus a az egyet szám, tehát a születési szám és maga a, 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 a populáció nagysága is kritikus tömegű. Ö, funkciót kell találjunk, munkát kell találjunk, felhasználási kört kell találjunk a, a, a fajtának. És ami nagyon fontos, egy kicsit divatossá kell tegyük, tehát ö, egy kicsit a mai napnak a, a vagy a mai kornak a szellemiségébe be kell valahogy beilleszünk ezt a fajtát. Személy szerint én nyilván a pásztorkutya funkcióját tartom fontosnak megőrizni. Egyébként a standardben ez le is van írva, hogy az egyes fajta csoportba tartozó fajtáról, besorolt fajtáról beszélünk. Erről is rengeteg vita van, hogy most egyes vagy kettes fajta csoport, tehát az őrzővédő kutyák közé kellene sorolni, mint egyébként nagy részét a rokonfajtáknak is vagy a pásztor és juhász ebben között maradjon, mint a, ahogy most jelenleg van. Én én azt gondolom, hogy minél több ö, funkciót tudunk neki találni, minél több lehetőséget tudunk kiagnázni, annál nagyobb a túlélési ö, lehetőségünk a fajtát tekintve. A pásztorkutyás alkalmazás területén személy szerint én látok kitörési pontot, Ebben az irányban több projekt is futott, és fut a mai napig is, és ez nekem szívügyem, de természetesen az összes többi életképes jövőképet is el tudom fogadni a fajta megmentés érdekében. Hogyan lehet divatot csinálni egy nagy testű, urbánus viszonyok közé, nehezen beilleszthető, rossz sztereotípiákkal körbevett, éppen te mondtad el az előbb ezeket kutyával kapcsolatban, amelyik elsősorban munkakutya. Hogy, hogy gondoljátok ezt a divatos sátételt, vagy ez, ezeket még később gondoltátok végig gondolni alaposan? Nyilván a magyar fajták népszerűségét általában gondolom, hogy emelni szükséges. Ezen belül, hogyha most a kuvaszról kell beszéljünk, nyilvánvaló azokat az értékeit kell kidomborítani a kuvasznak, amit mondjuk hagyományosan is ő a ő, ő, fel tud mutatni őrzővédő tulajdonságokról, beszéltünk az előbb. Nyilván ez egyfajta kapcsolódási pont lehet. Az életvitelek, az éles stílusok folyamatosan változnak. A nagy ragadozók visszatértek az országba már 2005-től kezdődően Megfigyeltek farkast az emplénben, a sakál helyzetet nagyon jól ismerjük, hogy a Dunántúlon mi, hogyan szaporodott el az állomány de most már a Valkói erdőben is össze lehet futni, akár medvével, nem beszél a Büki Nemzeti Park területén történt, illetve a Börzsőben történt medve megfigyelésekről. Tehát a nagyragozó jelen van. A, az állattartási szokások, tehát a, a, természetvédelmi okokból, vadgazdalkodási szempontból is ezek kérdéseket fognak felvetni. A, az életforma megváltozás, tehát népszerűvé vált, azt gondolom, a vidékre költözni, tanyán élni, Akár önállátó gazdaságoknak a, a jövőben a, a szerepe szerintem ö, hangsúlyosan változhat ebbe az irányba a világ, ugye, ismert gazdasági és ö, politikai körülmények miatt ennek szerintem van nyugképe. Ezeken a területeken igenis szükség lesz olyan kutyákra, akik ö, akik az objektumot védik, az állatokat ö, óvják, esetlegesen a ragadozókkal szemben is egyfajta védelmet nyújtanak. Itt itt szerintem jelentős változásra lehet számítani, és ebben én bele tudom képzelni, el tudom képzelni a kuvasznak a jövőképét, hogy itt felértékelődik egy olyan kutya, mint amilyen, ami nemzeti kincsünk a kovasz. Hát, hogy mennyire így van, a, hogy és én mennyire helyesen gondolom ezeket a gondolatokat, amiket elmondtál. A közelmúltban volt egy hosszas beszélgetésem, aminek az interjúit egyébként a csatornán meg lehet találni. Egy Vas Krisztián nevű úriemberrel, aki Kanadában foglalkozik tenyésztéssel, és az ottani Kuvaszklubnak az elnöke. Egyébként náluk már évi 200 kuvaszkölyök születik, aminek a 90%-a dolgozni megy és gyakorlatilag ő azt mondott el, hogy akkora a kereslet ugye a, a mostani időszakban a jó pásztorkutyák után, hogy gyakorlatilag, ha háromszor ennyi kuvaszkölyök születne, azt, 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 is azonnal el tudnák adni, és igény lenne rá. De nincs ennyi kuvasz jelen pillanatban. Nektek van egyébként a kanadaiakkal valamiféle kapcsolatotok? ismerjük a Vas, a projektjét is ismerjük. Én számháborúban nem szeretnék belemenni, hogy mennyi Kölyök születik, és mennyi adnak, adnak el, vagy hogyan tudják, nincs erre konkrét, exakt információm. Egy biztos, hogy világszinten ö, ö, hangsúlyossá vált ez a fajta ragadozó védelmi módszer. Én arról tudok gyakorlatilag állást foglalni, hogy az ilyen projekteknek az alapgondolata az, ö, egy modern állatvédelmi szemléletet sugal, mi szerint, mi szerint úgy próbálunk meg egymással élni, egy területen élni, egy területről élni ezekkel a nagy ragadozókkal, hogy természetes módon védekezünk el megakadályozva ezzel a mérgezéseket, megakadályozva ezzel az orvadászatot. Gyakorlatilag egy természetes védelmet alakítunk ki a kutyákkal, a kutyákkal biztosítva, falkával védve az objektumot, az állatokat, az embert ezzel távol tartva kvázi a nagyragadozót, így nem sérül gyakorlatilag a nagyragadozó sem, nincs konfliktus helyzet a gazdák és a vadásztársaságok között például. Maga az alapgondolat, maga az alapötlet indította annak idején útra a kuvaszok, a nagyragadozók, kuvaszok és nagyragadozók természetvédelmi programot, ennek a szülő atya, az ötlet gazdája Puskás Ferenc volt, ezt itt meg kell említsem, a mi projektünk ebből a programból, ennek a folytatásaként indult meg Erdélyben. Ez 2006 óta kuvaszos berkekben ismert koncepció, ezt a, ezt a megközelítést használjuk sikerekkel, de azt gondolom, hogy most már olyan eredményeket tudunk mi magunk is felmutatni, hogy tiszta vérben tartott kuvasz falkákat lehet Erdélyben találni már akik megállják a helyüket. Nyilvánvalóan a tulajdonosok azok nem azért tartanak ilyen kutyákat, hogy legyen mit etetni vagy simogatni, hanem azért, mert ezek dolgoznak és aktívan részt vesznek a munkában. Tehát jól értem, hogy fajta tiszta kuvaszokat próbáltok Erdélyben és Székelyföldön visszahelyezni olyan környezetbe, amilyennel mondjuk pár évszázaddal korábban találkoztak, tehát nagy ragadozók közé, Pásztor és munkakutyaként? Igen, igen, ezt pontosan így kell érteni. 2006-ban indult egy természetvédelmi program, ami gyakorlatilag folyamatosan bővült és fejlődött. 2013-ban a, a Budapesti Világkeltáson volt is egy bemutatkozó standunk, amit a, a MEOE e, akkor támogatott, és ott el tudtuk mondani, be tudtuk mutatni a világkeltés keretén belül hogy mivel is foglalkozom mi. Uh, utána egy kicsit csendesebb időszak történt, de a munka folyt tovább. Uh, igazándiból a mai napig mi ezen dolgozunk és ezen szorgoskodunk, hogy itt tiszta vérben tartva, eredeti feladatkörben, eredeti munkakörben körben dolgozó kuvaszokat tudjuk mutatni az érdeklődőknek. És hány ilyen kutya van most a becslésed, vagy a számításaid szerint jelen pillanatban? Vizsgálati helyszínt tudok mondani, kb. 5 aktív vizsgálati helyszínt tudok mondani. A kutyák száma változó. Tehát van olyan helyszínünk, ahol több mint 10 darab kutya dolgozik együtt, és van olyan, ahol csak kettő. Nyilvánvaló az egyet számot tekintve, mondjuk ez egy húsz kutyát, 20-25 kutyát, aktívan dolgozó kutyát jelent. Sajnos változó a létszám. Tehát itt azért a, a nagyaradozókkal történő együttélés az, az, bizony nem egyszerű. Olyan, olyan, együttműködő partnereink, inkább barátainknak neveznénk, nevezném őket, vannak, akik tényleg elkötelezettek a fajta irányában. Ők, ők hajlandóak a tiszta vérben történő megtartás érdekében utazni, fedeztetni a kutyákat, a szukákat, elzárni. Tehát ez egy nagyon nagy odafigyelést jelent, hogyha tervezetten akarjuk ezeket a kutyákat pároztatni, és hála Istennek megfelelő elkötelezett barátaink vannak a Székelyföldön, akik ezt megcsinálják. Ez, ha jól tudom, ugye az úgynevezett Kuvaszok a Kárpátokban program, aminek egy Facebook csoportja is igen, van? Igen, ez a Kuvaszok a Kárpátokban baráti körnek a, a, a projektje gyakorlatilag a Facebookon elérhetőek vagyunk, ott rengeteg információt találhat az érdeklődő, videók is vannak fönt, néhány, néhány vágott videó, illetve, illetve nagyon sok fotóval, nagyon sok fotót tud nézni, akit ez a téma esetleg bővebben érdekel. István, egy másik kérdés, ami gyakran felmerül a, a nézők körében, és megvalami szintén bizonyos mértékig én is tanácsolom vagyok ezzel a kapcsolatban, hogy amikor felkészültem erre az interjúra, akkor utána néztem, hogy mit lehet tudni a ti egyesületetekről, és a legnagyobb meglepetésemre nem egy kuvasz egyesületet találtam, hanem, ha jól emlékszem, legalább hármat. Aha. Ez, ez mi ennek az oka? Tehát mi annak az oka, hogy... Több egyesület van, nem egy képviseli a magyar kubaszfajta gondozást. Ezek az egyesületek együttműködnek-e, és ha igen, akkor milyen módon? Jelenleg három állami leismertsége rendelkező egyesület van Magyarországon. A mi Egyesületünk a, a Magyar Kubaszfajta gondozó Egyesület, ez még mindig a legnagyobb tagszámot magáénak tudható, legtöbb tenyésztőt tömörítő egyesület. E, nyilván a, a kuvasz népszerűsége, ezt örömmel merem kijelentni, az elmúlt tíz évre e, visszamenően talán emelkedett. E, sokféle elképzelés, sokféle akarat vezényelte a kuvaszosokat, és ez nyilván sok felé rántotta szét, sokféle akarat, sokféle típusú embert sok irányba e, tud e, elmozdítani. Azt, hogy e, nem sikerült egyben tartani ezt a kuvaszos közösséget, ezt, e, formázza meg, hogy kialakult ez a több kovaszklubot felvonultató paletta. Ebben lehetőséget is látok. E, nyilván együtt kell működnünk a lehetőségek szerint az összes klubbal. A, 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 hagyományos felállás szerint a, a Commodore Kuvasz Egylettel történő együttműködésünk zavartalan, de nyilvánvalóan a harmadik egyesülettel is elő vagy utóbb meg kell kezdeni a, az egyeztetéseket a fajta érdekében. Csak akkor lesz, tehát nem vagy, hogy sokféle akarat van, sokféle elképzelés van a, a fajtával kapcsolatosan, de alaptételekben, alaptézisekben egyet kell, hogy értsünk, és ez fogja tudni előre mozdítani a fajtának az érdekét. Kicsi a populáció ahhoz, hogy túl sokat szivakodjunk azon, hogy, hogy a, 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 a melyik a jobb ott lett, vagy melyik a jobb gondolat. Ez most már így alakult, hogy ennyi egyesület van ebben a a helyzetben kell megtaláljuk a fajtának a jövőképét. Két államelege ismert fajta gondoló szervezet, mint a MEOS szövetségi rendszernek a tagja, FC jogosultságot birtokol ezáltal a három tenyésztői szervezet közül. Ezek közül mi vagyunk az egyik. Egyértelmű, hogy a nemzetközi kutyázásban, a nemzetközi kutyás életbe történő bekapcsolódásban csak is a, az FC jogosultsággal és a meos közösen tudjuk ezt a, a jövőképet elképzelni. Az FC rendszerben látjuk a, a, a jövőnket. A kiállítások világára az lehetőséget, illetve maga a szövetségi rendszernek a, 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 biztosítékai biztonsága az nagyon fontos a, a tagságunk szempontjából is. István, éppen te mondtad el, ezelőtt körülbelül negyed órával, hogy milyen előítéletek léteznek a kuvaszokkal kapcsolatban. Azt a nézőknek tudniuk kell, hogy te nem csak egy megválasztott elnök vagy, hanem, és gondolom a megválasztásod is részben ennek köszönhető, hanem egy sikeres tenyésztő is, akinek megvan a saját tenyészete. Ha ma valakit a kuvasz érdekel, és elgondolkodik azon, hogy egy kuvaszkölyköt vegyen magának, akár munkára, akár házőrzőnek, akár kedvencként. Te mit mondanál, milyen karakterük kutya a, kuvasz, mi, mi jellemző rájuk, mi, 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 az egyedisége ennek a fajtának? mindenféleképpen egy családi kutyát formáz a, a, a kuvasz. Egy nagyon hűséges családi ebet szeretnénk, és én is azt próbálok tenyészteni tartani. E, maga a fajta e, leírása, a standardben foglaltak szerint, e, ami, ami, ami össze van foglalva, egy, egy házőrző kutyáról beszélünk gyakorlatilag, juhászkutyák közé van sorolva, mint ahogy ezt említettem is már. E, számomra fontos, hogy az állatokkal kapcsolatosan toleráns legyen a, 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 az ebb. E, nyilvánvaló mindenek előtt áll az, és talán ezzel is kellett volna kezdeni, hogy a családda kapcsolatosan is toleráns legyen. Tehát egy nagyon, nagyon stabil idegrendszerű gyerekekkel szemben, családokkal szemben végtelen türelmű kutyát szeretnénk gyakorlatilag az érdeklődőknek vagy a vásárlóknak adni, mint tenyésztő, nekünk ez tenyésztési célunk. Nem könnyű feladat ez, hozzáteszem, nem csak azért, mert az állattartási szokások ugye nagyon erősen megváltoztak a 80-as évektől kezdődően, és mint ahogy a mi projektünkben is ezt tapasztaljuk, az állatokkal szembeni viselkedés, a konkurens fajták megjelenésével az igények is megváltoztak. Tehát szinte mindenre megfelelő kutyákat keresnek az érdeklődők. Hát szerintem azt kell elmondanunk, hogy nagyon sok mindenre jó a kutyánk, a kuhasz, amit mi tenyésztünk, de nem tudunk minden igényt kielégíteni. A, a, és hogyha születik olyan kutya, ami minden ki, igényt kielégítene, vagy a reményt sugalja, hogy, hogy ö, ilyen születik nálunk, akkor azt megtartjuk magunknak tenyésztők nyilván. De, de, de komolyra fordítva a szót, magyar fajtáról beszélünk, ami tényleg igényli a törődést, ö, a populáció szempontjából ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy meg tudjuk tartani magát a fajtát. A használati értékét tekintve egy olyan kutyát e, próbálunk előállt, ami valóban használható. Nem mindegyik fog tudni például jó sportkutya lenni, mint hogy pásztorkutya sem tud mindegyik egyet lenni, de, de benne van a fajtában a lehetőség, és mindenki meg tudja találni a saját e, elképzelésnek megfelelő egyedet. István, az előbb azt mondtad el, hogy számodra, mint tenyésztő számára is, és a vevők számára is az egyik legfontosabb érték a kuvasszal kapcsolatban az, hogy családbarát. Igen. Tehát, hogy kedveli a családot, elfogadja a gyerekeket, be tud illeszkedni, toleráns, stb. 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 Ha ez így van, akkor miért az egyik legelterjedtebb stereotípia vagy nem tudom, tapasztalat, vagy nem tudom minek nevezzem, a, a, nagy átlag és az emberek többsége részéről, hogy a kuvasz az idős korára megbolondul, hogy nagyon kemény kész kell hozzá, nem lehet csak úgy, úgy, úgy könnyen ilyen, ilyen hozzá nem értők által a család mellett tartani. Mi, mi ennek az oka? Tehát szögezzük le néhány alap dolgot nagy testű, nagy mozgásigényű, erős fajtáról beszélünk, ami rosszul tűri a rossz bánásmódot, vagy akár a bezártságot nehezen viseli. Nyilván, nyilván ebből adódóan, tehát a tartási körülmények köz, közé sorolom ezeket a dolgokat természetesen, agresszívá válhat. De nyilván mindig az okokat is meg kell vizsgáljuk, hogyha egy-egy szempontjából ilyet tapasztalunk. A másik problémát, amit én látok, minden fehér nagytestű kutyát az elmúlt időben kuvasznak neveztek. Ugye definiálni kell ezt a dolgot is. Mi azt tekintjük kuvasznak, ami származási lappal rendelkezik, a fajtánál regisztrálva van és mondjuk a tenyésztő garanciát vállal arra, hogy ez, ez, ez a fajtában van regisztrálva ez a kutya, és származását igazolni tudja. A sajtó nyilván, elnézést kérek, hogy ezt mondom, de a sajtó nyilván ezekre a témákra ugrik. Több esetben utána mentek kollégáink, taktársaink. Az elmúlt időben kimerem jelenteni, kuvasszal ilyen jellegű balesetet nem tudunk sok fehér kutyát láttunk, hallottunk, akikkel probléma volt, de még inkább azt mondom, hogy más fajtákra még inkább jellemző ez, hogy a TV műsorba kerülnek, vagy akár hírekbe kerülnek ilyen problémák miatt. Amikor valaki ezt a fajtát választja, a tenyésztői fe, és szerintem onnan kezdődik, hogy elmondja, hogy milyen körülményeket kell biztosítani a kutyának a tartási szempontokból. A többi az már mind csak plusz. Tehát, hogyha egy kuvas szeretnénk, egy 3 hármas kenelben tartani, és néha elővesszük, megsimogatjuk, akkor nem ez a fajta, amit az érdeklődő keres. Tehát ez egy tényleg egy olyan kutya, mint a fajta társai általánosságban elmutató, mozgási igénye van neki, térigénye van neki, és foglalkozást igényel. Ezt tudom összefoglalásként elmondani, hogy felelős kutya tartást kell mindenféleképpen gyakorolni a, a gazdiknak a, a, a kovasz fajta választás esetén. Én az elmúlt évben nagyon-nagyon sok kutyatenyésztővel beszéltem, nagyon sok fajtát ismertem meg, és sajnos el kell mondanom neked azt a tapasztalatomat, hogy éppen a magyar kutyafajták tenyésztői részéről érzek egy nagyon-nagyon alacsony szintű média tudatosságot, vagy nyitottságot, mondjuk olyan új formátumok felé, mint amilyen például a YouTube is, amit nagy tömegek, sok ember néz, és ahol bizonyos üzeneteket el lehet juttatni a fajtával a kapcsolatban. Tehát, hogyha itt egy kicsikét eljárt volna az idő a magyar fajta szervezetek fölött, és ebbe azt kell mondani, hogy bizonyos értelemben talán a kuvasz szakkal kapcsolatos kommunikációt is bele lehet érteni. Neked mi a véleményed? Hogy, hogy próbáltok ti a kuvasza kapcsolatban releváns információkat eljutatni emberek felé a későbbiekben, vagy akár napjainkban, ami esetleg kedvet csinál több ember számára, hogy éppen a kuvasz fajtát válassza, abból a több mint 400-ból, amelyik egyébként létezik a világon. Nagyon jó kérdés. Nyilván ebből a szempontból is egy kicsit elhaladt mellettünk akkor fel kell, hogy pörögjünk. A közösségi médiáknak a használata az gyakorlatilag, hogyha a fiatalokat akarjuk megcírozni, az elengedhetetlen. Dolgozunk YouTube csatorna indításán, a Facebook, mint kommunikációs fórum, ez ugye elég régen rendelkezésükre áll, ott a viszonyainkat most tisztáztuk, tehát gyakorlatilag saját Facebook oldala, saját Facebook fórumban rendelkezik a, az MKFE, mint fajta gondozó egyesület, és a többi kommunikációs csatornába is szerintem fel kell pörgetni a, a, a lehetőséget, Akár a digitális, akár a nyomtatott sajtó irányába, mert nyilván a nyomtatott sajtó már nem a, nem a legnépszerűbb információs csatorna, de én azt gondolom, abban is lehet még találni lehetőségeket. Ez mindenféleképpen az a kitörési pont, ahol például a fajta népszerűsítését tovább kell emeljük továbbá. Olyan rendezvényeket kell szerveznie az Egyesületnek, ami tényleg megmutatja a fajtát a közönség számára, az érdeklődők számára. Mire gondolok? Általában a legfontosabb rendezvény egy-egy klub életében mindig a klub kiállítása. Természetes hogy a klub a saját belső csapatépítő dolgait intézi, de van egy olyan kiállítási formánk is, nekünk, hogy speciális kiállítások. Ezeket a speciális kiállításokat olyan helyeken célszerű megrendezni, ahol sok ember megfordul. Mire gondolok? Országos jelentésségű rendezvényekre, mint például az állattenyésztési napok ami egyébként akár kitörési pont lehet az állattenyésztő emberek, hogyha megismerik a fajtánkat, hát ha esetleg jobban orientálódnak a mi fajtánk irányába. Vagy olyan országos rendezvények, ahol akár hungarikum fesztiválok, vagy, vagy egyéb olyan nagy tömelket megmozdító hungarikumokkal kapcsolatos rendezvények, ahol ez, ez teljesen beilleszthető ebbe a körbe a mi fajtánk. Thank you.